Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mai videónk egy olyan problémát boncolgat, mely úgy gondolom, hogy sorskérdés a magyarság számába, hiszen ha nem teszünk valamit, akkor nem csak megcsonkított nemzet leszünk, de hamarosan földön futóvá is válunk. Amit elődeink vérrel, s verejtékkel őriztek, azt a jogi kiskapukat kijátszva, az összetalkolt alaptörvényt és a földforgalmi törvényt megkerülve, könnyen megszerezhetik külföldiek is, gazdasági társaságok mögé bújva. Láthatjuk, hogy a fél Dunántúl már most osztrák kézen van, és étvágyuk nem hogy csillapodna, de folyamatosan növekszik. Ha pedig szó szerint kihúzzák lábunk alól a talajt, az a teljes elszegényedéshez és a gyarmati sorhoz vezethet. Jelenleg nincs politikai erő, nincs politikai akarat, aki tenne ez ellen, hiszen láthatjuk, hogy jelenlegi kormány is nem ezeket a földeket szerezte vissza a magyar állam számára, hanem még a maradék földvagyont is elkótya vetélte jobbára a saját emberei részére. A Mi Hazánk mozgalom egyetlen politikai erőként arra törekszik, hogy az önálló nemzetgazdaság kiépítésének az alapjául szolgáljon a magyar föld, éppen ezért mi szeretett anyaföldünket mindenáron meg fogjuk védeni. Márpedig a magyar föld nem eladó, nem lehet azt elherdálni, hiszen nemzeti és egyben közgazdasági érdek is annak megtartása. A Mi Hazánk szakítana az elmúlt évtizedek rendkívül káros hagyományaival, hiszen a magyar földre, mint az önrendelkezés alapjára tekint, és mindenáron meg fogja védeni szeretett anyaföldünk. Stratégiai jelentősége felbecsülhetetlen, hiszen nem csak gazdasági önrendelkezésünk, de nemzeti szuverenitásunk alapjául is szolgál, s föld nélkül országunk se lesz. Márpedig az országvesztés nem csak rendkívül kedvezőtlen gazdasági folyamatokat von maga után, de visszafordíthatatlan demográfiai folyamatokat is. A Mi Hazánk valójában nem a harmadik, hanem az egyetlen járható út, hiszen mint sok minden másban ebben is egyedüliek vagyunk. Mi nem egy árucikként, hanem hazánként tekintünk erre a földre. Mi nem egy kiszipolyozható gazdatestet, hanem az utódainkra hagyandó anyaföldet látjuk benne. A magyar föld nemzeti kincs, így azt mi nem a Szájer-féle alaptörvénnyel, hanem évezredes alkotmányunkkal védenénk meg. Most ott tartunk, hogy először nem az elszakított részeket kell visszaszereznünk, hanem csonka országunkat kell visszafoglalnunk gyermekeink, utódaink, unokáink számára. Rengeteg politikus beszél erről a problémáról, de tenni már nagyon kevesen tesznek érte, mi viszont nem ilyenek vagyunk, éppen ezért most elmegyünk és megnézzük testközelből, hogy mivel is állunk szemben. Meg, köszönöm szépen. Nagyon szép nálatok, kérlek szépen, a vidék. Majdnem olyan szép, mint a Cserhádban. Ez gyönyörű, ez zindes, gombos, ilyen titkán látható. Azt mondjátok, hogy gyakorlatilag a magyar emberek kiszorulnak a saját falvaikból, a saját életterükről. Mit látunk akkor most itt jobb és bal kézre? De most innentől kezdve, ameddig a szemmel lát, ez egy egységes terület. Jogi szempontból egy cégnek a tulajdonában van. Magyarországból ki van kerítve szó szerint, és ahogy látom, egy 2 méteres kerítéssel. Külön életet élő. A magyar ember elméletileg ide csak munkásként teheti be a lábát, egy osztrák gazdának dolgozva. Ez a, ami nekünk maradt a területből, ez a út, amin éppen most megyünk, ez a mi jussunk. Jó látni, hogy jobb és bal kézre is. Sajnos egész egyszerűen le van kerítve. Így van, és azt mindenképpen meg kell említeni, hogy azok az erdőterületek, amelyek mellett most elmegyünk, azok is az osztrák tulajdonában vannak. És úgy mondom, hogy ameddig a szemmel lát. Tehát ez nagyon fontos, hogy ameddig látod a határt, az végig az. És hogyan tudod szert tenni erre egy osztrák gazda? Gyakorlatilag a történet a 90-es években vezethető vissza, amikor a rendszerváltás után volt egy ex-lex állapot, ahol még az Európai Unióval való belépésünk előtt megjelentek ezek az osztrák gazdák, akik itt az akkori TSZ-ekből frissen alakult KFT-ket megvásárolhatták. Nyilván rengeteg... Pontos a dátum. Mikor volt ez egész? Pontos? 94. Tehát azt jelenti, hogy az Európa Unióhoz való csatlakozásunkat megelőző 10 évvel elköttettek az ügyletek. Így van. Gyakorlatilag
nem túlzás, hogyha azt mondjuk, hogy gazdasági migránsként jelentek meg ők az ország területén. Inkább parazitaként, ha jól értem, mert mi lennénk a gazdatest, de még ők élősködnek rajtunk egy köszönet. Így is lehet ezt fogalmazni. Gyakorlatilag a vásárlás az újabb törvénytelenségekre mutatna rá és kérdőjeket vett fel. És ebben nagyon sok vissza lehet menni egészen odáig, hogy már a TSZ-ek alapítása is bizonytalan, hiszen egy elnyomó rezsim által kreált diktatúrában jöttek létre a TSZ-ek, amelyben nagyon sokan bele sem akartak lépni, tehát akiket bele kényszerítettek, azok akaratuk ellenére léptek be. Jól értem, akkor a kollektivizálást váltotta fel a kivásárlás. Így van. De ugyanúgy a magyar ember lába alól húzták ki a talajt. Csak a módszer változott. Változott. Most már gyakorlatilag lejöttünk a normálisan járható útról, de én mérem itt a kilométereket, és több mint 3 kilométer óta utazunk, és hát láthatjuk, hogy ugyanaz a kerítés határolja még ezeket a földeket, és hát most már megérkeztünk gyakorlatilag arra a helyszínre, ahol szemléltetni szeretnénk a nézőknek, hogy egészen pontosan milyen kár is éri a magyar nemzetet, ezt az országot. Ezeket a rendszerváltozás útra tartó folyamatokat egyértelműen a magyar nemzet vagyonvesztése és a külföldiek vagyonszerzése jellemzi, tehát nagyon rosszul állunk ebbe a történetbe, és ez azért van, mert már vannak törvényeink, de hiába vannak törvények, hogyha nem kerülnek betartásra. Nincsen betartás, illetve hogyha nem a magyar embereket, nem a magyar emberek tulajdonát védik. Ezt a 150-200 éves tölgyfát a magyar föld termette, a mi apáink, dédapáink nevelték, aztán most az osztrák vágta ki, majd viszi tovább Ausztriába, ahol jó pénzé eladja. Olyan ez, amikor egy gazda testet teljesen lelak egy parazita, egy élősködő. És hát úgy látszik, hogy akkor ez nem egy egyedi eset, Tibor, hanem ezek szerint ez jelenségé kezd válni itt Zala megye 3-as választókerületébe is. Téged, mint a Mi Hazánk országgyűlési képviselőjelöltjét, kerestek meg már esetleg hasonló dolgok miatt? Abszolút, több eset is előfordult. Igazából így van, ahogy említetted, hogy ez sajnos nem egyéni jelenség. Mi azt számoltuk, hogy 70 ezer forint per hektár körül vehette annak idején. Ahogy hektár körül? 70 ezer forint per hektárért vehette, két családi házáráért vették az 1000 hektárt. Tokkal, bunóval, utakkal, épületekkel, mérlegkal, mérleggel, minden, amit el tudsz képzelni, vízvezetékkel, két családi házára. És képzeljétek el, hogy most az állami erdőgazdaság ajánlatot tett rá, hogy szeretné megvásárolni a birtokot. Lépéseket tett az alaerdő ebbe az irányba, és azt a választ kapták, hogy rendben van, 7 millió forint per hektárért megvehetik. 7 millió forint per hektárért? 70 ezeret vette, és 7 millió ér adta. Tehát, hogyha jól értem, akkor a magyar állam kiszorult gyakorlatilag itt az útnak a jobb és a bal oldaláról is, egy osztrák gazda tulajdonába kerültek a földek. Ez a betonút az, ami a magyar államnak megmaradt? Jelenleg az összes terület között ez a magyar állam, amin most mi megyünk, ez a 6 méter széles döcögős betonút, ez maradt a miénk. Ez maradt a magyar állam tulajdonában. Tehát gyakorlatilag a termő földet, azt egy osztrák gazda bitorolja, amíg a terméketlen betonút az a magyar államnak marad, de ugyanúgy az osztrák gazda közlekedik rajta. Pontosan így van, és ugyanebben a környéken megfordult, és előfordult az is, hogy a temetőhöz vezető utat szántotta föl, mert azt mondta, hogy igaz, hogy azon az úton járnak az emberek a temetőbe, de a térkép szerint az az övé, és felszántotta a temetőhöz vezető utat. Ebből évekkel ezelőtt elég nagy botrány volt, és akkor egy kicsit akkor visszavett. Ti helyben lakók jobban el tudjátok ezt mondani, hogy ennek milyen hatása van egyébként az itt élő magyarságra, egészen pontosan hogyan csapódik ez le. Demográfiailag pont-e ez a települések helyzetén? Mi a tapasztalat? Nem olyan régen beszéltem a volt iskolatitkára, aki 1978-ban dolgozott a Kutorföldi Községi Iskolába, és
szombeli kötése szerint mintegy 540 gyermek járt az iskolában, úgyhogy Butorföldéhez ugye Szormányban több település is tartozik, így például Szentpéterfölde, Hottaháza, Lápkányban, Tertalapos, Rádiháza. És itt jön a meglepő adat, 540 gyermek járt 1978-ban az iskolába, most 2022-ben pedig 12. Ha valaki igazán meg szeretné érteni, hogy mekkora bajban van a magyarság, mekkora bajban van Magyarország, akkor annak azt tudom példaként felhozni, hogy amíg az északi megyékben honfoglalás zajlik, és egy etnikum megpróbálja az életterünket elvenni, megpróbál minket túlszaporodni, addig itt délnyugat Dunántúlon pedig láthatjuk, hogy az osztrákok foglalják a honunkat, ugyanis azt a falut leszámítva, itt már minden, amíg a szem ellát, osztrák kézbe van, és kiszorultak a magyar emberek, kiszorult a magyar állam. Egyre gyengülő országunk két nagy malomkő között törlődik, hiszen jól látjuk, hogy amíg északról azért menekülnek el az emberek, mert a társadalomból kiilleszkedettek miatt egyszerűen élhetetlenné válnak a mindennapjaik, addig látjuk, hogy a Dunán túl az pedig gyakorlatilag azért néptelenedik el, mert elveszik a kenyeret az emberek elől, mert kiszorítják őket az erdőgazdaságokból, kiszorítják őket a mezőgazdaságból, és még az állattenyésztés se marad magyar kézbe, tehát egyszerűen hontalanokká válnak a saját hazájukban, egyszerűen nem tudják a család asztalára letenni a kenyeret, csak akkor, hogyha mondanám, hogy vicces módon, de nagyon nem vicces, hogyha az osztrákokhoz mennek ki vendégmunkásnak. Egészen paradox a helyzet, amíg a magyarok az osztrákoknál csinálják a rabszolgamunkát, addig az osztrák gazdák Magyarországon urizálnak. Miközben itt autózunk és ezek a képek készülnek, azt a kedves nézők tudják, hogy egy ember vagy egy család tulajdonán utazunk keresztül hosszú percek óta. Az elmúlt 3 évtized kormányai nem tudtak vagy nem akartak ezzel a jelenséggel foglalkozni, viszont látjuk szomorú gyarmati sorsunkat, hiszen az életterünk beszűkült, a lehetőségek leszűkültek, és egész egyszerűen hontalanná fog válni ez a nemzet, hiszen kihúzták lába alul a talajt. Ugyanis ez most már nem Zala megye, hanem külső Ausztria, mivel 5 falut autóztunk úgy körbe, hogy kerítéssel volt minden lekerítve, a magyar közutat és a falvak önkormányzati közigazgatási területeit leszámítva. A térség országgyűlési képviselőjelöltjeként azt tűztem a zászlomra, hogy ezt a folyamatot megszüntetem, és visszaszerezzük a magyar emberek számára a megélhetést, a magyar földet. Ha a Mi Hazánk mozgalom fog döntési helyzetbe jutni, akkor természetesen azonnal felszámoljuk ezt az áldatlan állapotot, mert hiába bitorolja az osztrák most a magyar földet, ez akkor is csak a Mi Hazánk. Hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában.